folytatja. Az újon talált két új lelőhelyről szeretnék beszélni, a Szabányi Dűlőről és a Kutyakaparó hegyről. Ez a két lelőhely eddig ismeretlen volt. 2021-ben egy terepbejárás során az M100-as út nyomvonalán bukkantak rá. A terepbejárást Melis ezt tervezette, majd a terepbejárás után 2021 telén Görföl Mónika végzett itt próbaásatást, majd 2022 nyarán Győri Porszász Anna vezetésével volt kint megelőző feltárás. A lelőhely geológiai szempontból is érdekes lehet, mivel például a Tabányi dűlő a geológiai térképeken még nem szereplő miocén réteget mutatott, és a Kutyakaparóhegy pedig szintén miocén réteget rejt, ami pedig a Tinyei formációhoz tartozik, és ezúttal is szeretnénk megköszönni Kürti Dóra segítségét a geológiai kérdésekben. Köszönöm. Először Unytabányi dűlőről szeretnék beszélni. Itt két fontosabb régészeti objektum került elő. Az első, vagy egy őskori gödörsír és egy római kori földbe mélyített szőlőbb szerkezetes ház. Először az őskori gödörsírról szeretnék beszélni. Ez 2021-ben a próbaásatás során került elő az egyik kutatószelvényből, egy barna kerek foltként jelentkezett. Felső rétegeiből jöttek elő kerámia töredékek, például a képen látható kerámia bögre is. Alsó rétegeiből már nem jött elő lelet, csak a miocénkorú csigák. Az ásatás során, amikor a metszett falat készítették, a metszett falon csontvégeket vettek észre, és amikor kibontották a gödörnek a másik oldalát, akkor lettek figyelmesek a kar és lábcsontokra, amik egy kisgyermekhez tartoztak. A kerámia anyag dísztelen, töredékes és eléggé szegényes. Összesen három darab különlegesebb darabot lehet kiemelni. Az egyik a képen látható bikonikus, omfaloszos aljú, kis, vékony falú kerámia bögre. A másik, amikről nem hoztam képet, egy világos barna színű peremtöredék füllel és egy konikus táltöredék, amelynek a pereme behúzott. És ez az utóbbi kerámia darab, ez a kárpáti halomsíros kultúrához kapcsolható, és ez főleg Szlovákia területén jelenik meg, és a halomsíros kultúrán belül is a temetkezésekben jellemző. A magyarországi területeken a koszideri periódustól jelenik meg ez a táltípus, és a késő bronzkor végéig különböző módosulásokkal, de továbbra is jelen van. A kerámia leletanyag alapján az őskori gödörsír a középső bronzkorra tehető, és a halomsíros kultúrához tartozhatott. A másik objektum, amiről szeretnék beszélni, szintén még a 2021-es próbaásatások során került elő, a 43-as kutatóárok metszette. 2021-ben egy kemence részletet találtak, és a kemence részlethez, kemence részletet látták, hogy egy nagyobb objektumhoz tartozik. Ezt akkor részlegesen feltárták, és erről a tavalyi konferencián Görföl Mónika már be is számolt, viszont teljes feltárásra csak 2022-ben kerülhetett sor, bár akkor már nem szerepelt a nyomvonalban, tehát nem lett volna kötelező feladat feltárni,
Mégis az ásatás vezetőnk úgy döntött, hogy tisztázzuk a helyzetet, hogy mi található itt, és ekkor kibontottuk ezt az objektumot, ami az SE3-as nevet kapta. Ez egy ovális, körülbelül 5x3 méter területű földbe mélyített ház. Nagyjából egyenletes mélységgel rendelkezik, alja egyenes, kivéve a délnyugati oldalát, az északi és déli oldalai patkásak, és relatív mélysége 50 cm. A háznak a házon kívül, az északi és déli oldalon cölöpjukak kerültek elő, amik valószínűleg szintén a házhoz tartoznak, és a képen látszik valamennyire, hogy a házon belül a keleti oldalon szintén kerültek elő cölöpjukak. A házban egy elég nagy helyet elfoglalt a kemence, ami körülbelül 2 méteres átmérőjű lehetett. A kemencével a kemencét a hamus átégett rétegek alapján többször megújították, de ami igazán érdekes volt, hogy amikor elbontottuk a platni réteget, akkor alatta egy tegulás törmelékes rétegre bukkantunk. Sajnos nem volt benne bélyeges tegula, és miután a tegulás réteget is elbontottuk, utána előkerült egy cölöpjuk a kemence alól. És egyébként a 2021-es próbaásatások során is, amikor a kemence északi oldalát bontották ki, a kemence alatt szintén jelentkezett egy cölöpjuk. Ez arra enged utalni, hogy a ház maga az korábbi lehetett, mint ma a kemence. És maga a ház, ez a háztípus a római kor elejétől egészen a 4. századig ismert, de későbbi időszakokban már inkább műhelyeket készítenek csak így. A kemencében lévő tegularéteg másodlagosan elhelyezett tegulákból áll. Ez arra enged utalni, hogy valahol a környéken kell lennie egy római kori kőépületnek, és egyébként hasonló római kori telepjelenségekkel bíró lelőhely van is a közelben. A lelőhelytől légvonalban pár száz méternyire található Úny János halála és Úny Baráthegyi dűlő, ahol szintén hasonló ilyen földbe mélyített római kori házakkal lehet találkozni. És ennyit szerettem volna a Tabányi dőlőről, és áttérnék a Kutyakaparóhegyre. A Kutyakaparóhegy szintén egy új lelőhelyként került elő, ugyanaz terepbejárás során. Itt összesen 26 régészeti jelenség került elő, ebből az ERD során 5-öt tártak fel részlegesen. Teljes feltárásra a 2022-es ásatás során került sor. Itt Árpád-kori, vagy hát feltehetően Árpád-kori földbe mélyített házakat találtunk, kemencéket, kemencebokrokat és Árpád-korra keltezhető gödröket. Ilyen Árpád-korra keltezhető ház volt például az SE7-es lekerekített négyszög alakú ház, melynek északi sarkában kőrakásos kemencét találtunk. Szintén az északi sarkában, a kemence közelében egy nagyon sekély cölöpjük került elő, ami mindössze 5 cm mély volt, és betöltése egy hamus, szenes kevert réteg volt. Szintén az északi sarka ennek a háznak a többi objektumhoz képest igencsak leletgazdag volt. Sok állatcsont, kerámia és kövek kerültek elő belőle. Szintén ilyen Árpád-kori
tipikus Árpád-kori ház lehetett még az Ese 15-ös és 16-os ház is, amiből csak itt a 16-oson látható egy kép. A 16-os háznál feltehetően szintén az északi oldalon volt a kemence, de ennek csak egy kis részletét sikerült megfogni az ásatások során, és feltehetően ez is kőrakásos lehetett. Az Ese 2-es 6-os objektum az ERD során lett kettévágva, és aztán a megelőző feltárások világítottak rá, hogy ez egy kemence bokor. Az Ese 6-os kemence egy kerek, nagyon vastag, átégett, repedezett laknéjú kemence volt. Megújításnak nyoma nincs rajta, viszont elég hosszú ideig használhatták. Tőle keletre van az Ese 2-es kemence, ami metszi az Ese 21-es hamusgödröt, tehát a kettőt egymást követő időszakokban használták, a hamusgödröt és a kemencét. Az Ese 2-es kemence egy nagyobb méretű kemence az Ese 6-osnál, vékonyabb laknival, ugyanúgy átégett, repedezett felülettel, és szintén nincsenek megújításnak nyomai. Hozzá valószínűleg a nagyobb méretű, szintén a környéken lévő Ese 20-as hamusgödör tartozhatott. Az Ese 18 és Ese 19-es objektumok szintén egy kemencéről és annak munkagödréről lehet beszélni. Ez a kemence sem lett megújítva, viszont alól a Árpád-kori kerámia jött elő, a platni alól. Amiket még találtunk a lelőhelyen, azok a gödrök voltak, például az Ese 8-as vagy az Ese 11-es, amikből szintén általánosságban átégett szenes betöltésekből Árpád-kori kerámiát és állatcsontokat találtunk nagy részt. Igen. És igazából ennyi lett volna. Köszönöm szépen a figyelmet.